Köszöntöm a Szentendre ma nézőit! Adásunkban a következő témákkal várjuk Önöket. Új rend az okmányirodában. A Szentendrén élők külön időpontot is kérhetnek. Adóságrendezés. A térségi kistelepülésekkel Hatházi Sándor egyeztetett. Vendégtársulat Szentendrén. Hamarosan a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház lép fel a városban. Közlemény jelent meg ma a város honlapján a járási hivatal okmányirodájának működéséről. Eszerint időpontfoglalásra a www.magyarország.hu oldalon van lehetőség, de a szentendreiek külön időpontot is kérhetnek. Telefonon a Városi Ügyfélszolgálata 26 300 477-es számon tud időpontot ajánlani a városlakóknak hétfő délután 5:30 és 6:30 között a személyigazolvánnyal, jogosítvánnyal, útlevéllel, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre. Az okmányiroda a képernyőn látható időpontokban tart nyitva. Az irodát a felsoroltakon kívül többek között ügyfélkapuval kapcsolatos kérdésekkel, szentendrei bejelentkezés, lakcímkártyapótlás, egyéni vállalkozói és mozgáskorlátozott parkolási igazolvány miatt is felkereshetik az ügyfelek. Bővebb tájékoztatás személyesen a Dunakorzó 18 szám alatt a Városi Ügyfélszolgálatnál, valamint telefonon is kérhető. December 20-án hosszantartó betegség után elhunyt Kis Károly, püspökmajor önkormányzati képviselője. A testület egy perces néma felállással tisztelgett legutóbbi ülésén a városatya előtt. Kis Károlyt ma kísérték utolsó útjára a szentendrei köztemetőbe. A képviselő halála miatt időközi választást kell kiírnia a városnak. A helyi választási bizottság először január 10-én ül majd össze, ekkor döntenek a választás napjáról az érintett 4-es választókörzetben. Szentendrén kezdődött meg tavaly decemberben az önkormányzatok adóság átvállalásáról szóló tárgyalássorozat. Az 5000 főnél kisebb települések vezetőivel itt a térségben Hatházi Sándor országgyűlési képviselő egyeztetett. 2012. október végén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az önkormányzatokat megmenti az állam az adósság csapdától. A kormányfő bejelentése szerint összesen 1956 önkormányzat 612 milliárd forintnyi adósságát vállalja át a központi kormányzat. Ebből a kisebb települések adósság rendezésére 97,3 milliárd forintot szántak volna, ami azt jelentette volna, hogy a teljes adósság állományt átvállalják. Végül december közepén módosítást fogadtak el, amelynek értelmében, ha az önkormányzatok nem átgondolt módon fogtak vállalkozásba, például uszodát, termálfürdőt építettek, és emiatt adósodtak el, azok tartozását az állam nem egy az egyben veszi át, legfeljebb a 40%-át. Nekünk itt az a feladatunk és dolgunk, hogy az önkormányzatokat felkeressük, és kitegyük az asztalra, hogy milyen szerződések vannak, milyen kötelezettségvállalások vannak. Ezeket áttekintsük, és letegyük a kormány asztalára. Ők is nyilvánvaló szakmailag meg fogják nézni, és el fogják dönteni azt, hogy mely szerződés tartozik a törvény hatálya alá. Én nekem az a feladatom, hogy az önkormányzatokat ennek a munkának az elvégzésére sarkaljam. Igazából két nagy tételből áll az adósságállomány. Az egyik az a működési hiány, amit a feladatok átadása és a finanszírozás elmaradása okozott. Ez szerintem egyértelműen az állam vagy a mindenkori kormánynak a felelőssége vagy bűne. Mi nekünk az a szándékunk, hogy tiszta lapot tegyünk, illetve állítsunk elő, hogy a következő időszakban egy átgondoltabb, kiszámíthatóbb, vállalhatóbb finanszírozása valósuljon meg az önkormányzatoknak, és ne vigyék magukkal azokat a koloncokat, amelyek a korábbi időszakból származnak, amely nagy részt nem az ő hibájuk. Előfordulhat természetesen felelőtlen gazdálkodás, és én ezt nem zárom ki, de egyelőre ilyen dolgokkal mi nem találkoztunk. Itt azt látjuk, azt tapasztaltuk, hogy az uniós pályázatok előkészítése az nem volt megfelelő. Ez azért volt, mert olyan pályázati kiírások jelentek meg, amelyek váratlanul érték az önkormányzatok jelentős részét, nem tudtak fölkészülni előre rá,
illetve nagyon rövid volt a beadási határidő is. Na most nagyon nehéz néhány hét alatt előkészíteni egy beruházást, pénzügyileg, műszaki tartalmát, funkcióját illetően. Van egy ilyen ökölszabály, hogy egy komoly beruházás előkészítése 3 év, a megvalósítása 1 év, összesen 4 év. Na most itt néhány hét alatt kellett produkálniuk az önkormányzatoknak, vagy nem csak az önkormányzatoknak egyébként, a gazdálkodó szervezeteknek is. És aki nem rendelkezett fiókban lévő, átgondolt, letisztult, előkészített pályázatokkal vagy tervekkel, az bizony nagyon nehéz helyzetbe került. A térségi önkormányzatok különféle mértékben adósodtak el az elmúlt esztendőkben, a legtöbbjük az uniós fejlesztések miatt felvett hitelek törlesztéseit nyugi. Mindenképpen segítség, akármennyire is kevés az az összeg mondjuk esetleg más önkormányzatokhoz viszonyítva. Ez egy 18 millió forintos nagyságrend, ami hitelállománnyal jelenleg rendelkezünk, és ez fejlesztési típusú hitel, tehát a település központ felújításhoz, pályázati önrész finanszírozásához vett az önkormányzat igénybe. Hát a körülbelül 300 millió forintos az éves költségvetésünk, úgy gondolom, hogy azért jelentős, tehát nálunk az apró pénz is számít. Visegrádon a költségvetés mintegy harmada az az összeg, ami a város adósságát teszi ki. Ez fejlesztési és működési hiteleket is tartalmaz. Jelenleg futó vagy fennálló adósságállományunk az egy kb. Egy olyan 10-12 éves múltra tekint vissza. Itt útépítések, egy dunaparti fejlesztés, és efféle dolgok, sportpálya, öltözőépület fejlesztésre, önrészekre, tehát ilyen szintén utcafelújítási önrészekre vett fel az önkormányzat hiteleket, valamint a most folyó városközpont fejlesztésre vett fel egy nagyobb hitelt. Ennek a hitelkeretnek terhére még csak részben tudtunk pénzeket lehívni, hiszen ez egy folyamatban lévő beruházás. Ezen túl pedig, mint számos önkormányzatnál, az elmúlt évek alulfinanszírozottsága egy jelentős folyószámlahitel állományt eredményezett. Dunabogdányban is a közelmúlt beruházásai adják az adósságok nagy részét, de a dunakanyari településen örökséget is hoztak magukkal. 2005-2009-ig volt egy jelentősebb hitelfelvétel. Egyrészt nagyobb részt forintban, kisebb részt svájci frankban. Ez forintban 268 milliót jelentett, ha összeadunk minden fölvételt. Ez most is még 213 millió nálunk, mert törlesztjük. Sokkal érdekesebb a devizásról fölvettünk. Durván 140 ezer forint svájci frank hitelt, ha a 163 forintos árfolyamon beszorzom, ez 22 millió forint körül összeg durván. Ezt szorgalmasan törlesztettük mind a mai napig, és lett bőle 27 millió forint forintba. Az a szerencse, hogy ez ugye a 260, tehát összesen 280-290-es képest egy kisebb hányad. Hát akinek ebből sok van, az duplán pórul járt. Hát nagy könnyebbséget jelent, mert 24 millió forint az évi kamat és tőketörlesztés, ez még 6-7 évig ez nem nagyon csökkent volna, és 2028 az, amikor az utolsó is lejárt volna. Tehát ezek egy ilyen hosszú távú hitelek, de az már fokozatosan csökkenő. Szentendre városa kisebb településekhez képest milliárdoktól szabadulhat meg. Az önkormányzat számításai szerint minimum 3 milliárd forinttal lehet könnyebb a város gazdálkodása az adósságkonszolidáció után. 1918 őszi rózsák, zuhanó repülés. Ezzel a címmel láthatja hamarosan a közönség Szentendrén a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház darabját. Az előadás írója és rendezője Andrássy Attila. Állandó fenntartó nélkül, önerőből működik, létrejötte óta a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház. A drámai műhely 10 évvel ezelőtt alakult meg. 2002-ben azért hoztuk létre
szeretett szülőföldemen, a verőfényes délvidéken, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínházat, hogy a jelenünket eredményező múltunkat drámává írassuk, ősbemutatóként színre vigyük, és mindenhol az egész magyar szállásterületen játszassuk. Ez abból az, amiatt alakítottuk délvidéken ezt a színházat, mert úgy érzékeltük, hogy az anyaország színházi életében, de ugyanúgy a délvidéki színházak életében sem szerepel elégségesen a magyar történelem. Valamit érdemes megnézni, hogy a mi magyarság, jelenlegi magyarság tudatunk, az mennyire függ Arany János, Petőfi Sándor, Gárdonyi Géza, Jókai Mór munkásságától. És ha ezt nagyon gyorsan leszögezhetjük, hogy jelentős mértékben. Hát ezt a munkát szeretnénk folytatni, és hát folytatjuk 10 éve már. A távolabbi céljaink között szerepel az, hogy egyrészt minél több régióból vonjunk be művészeket, tehát most például a dramaturgunk az erdélyi, vannak budapesti színészek, vannak délvidéki színészek, de hát ugyanúgy szeretnénk, hogy a felvidéki vagy kárpátaljai művészeket is tudnánk angazsálni, ugyanis egy közös színházi nyelvet, egy közös látásmódot szeretnénk kialakítani minden régióból jött művésszel. Mert minden régióban szereplünk is, tehát rendszeresen járunk Erdélybe, Felvidéken is voltunk, az anyaországban igen sokat játszunk, Délvidéken is játszunk, és valahogy nem is határon inneni, vagy határon túli, hanem határok nélküli színháznak szeretjük magunkat beállítani. A színház repertoárjának több előadását már láthatták a szentendrei nézők. A következő bemutató, amely az 1918 őszi rózsák zuhanó repülés címet viseli, január 12-én kerül közönség elé a Pest megyei könyvtár színház termében. A Szentendre ma adását látták Hírmagazinnal, legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!